Most, hogy végre Valhalla túl vagyunk, Brian Michael Bendis The Man of Steel történetén, szerintem épp itt az ideje, hogy egy kicsit kivesézzük azt, hogy tulajdonképpen mi is történt velünk az elmúlt 6 hétben, ugyanis ez a történet az minden volt, amire vágytunk, vagyis pontosabban amire Bendis vágyott, és minden volt, amit mi szerettünk volna, mert amit Bendis szeretett volna, és ez a történet ez nagyobb a durran, mint... Igazából több mindent pakolt bele ebbe a történetbe, mint ami nagyobbat tudott volna durrani, szóval igazából ez egy olyan történet volt, ami... Hadd kezdjem előről. A Popcheck bemutatja The Man of Steel Brian Michael Bendis minisorozata. És kezdődjön az igazi kivesézés ennek a történetnek, mert szerintem a Man of Steel egy elképesztően jó és izgalmas történet volt, amely tulajdonképpen bebizonyította azt, hogy én relatíve tévedtem, talán. Valamilyen szinten tévedtem, amikor az Action Comics 1000. számában azt mondtam, hogy Brian Michael Bendis története megalomán és igazából érdektelen, és hogy igazából miért ezzel kellett kezdeni, azt továbbra sem értem őket, hogy miért ezzel kezdett, azt viszont megértettem, ami abban a füzetben történt, és ennek köszönhetően egy kicsit másképp viszonyulok hozzá, és tulajdonképpen ez egy sokkal, de sokkal jobb történet lett, mint amilyennek mi az Action Comics 1000. számában, vagy akár a DC Nation 0. számában megismertük ezt a történetet, méghozzá pontosan azért, mert sokkal, de sokkal, de sokkal több rétegből épült fel. Már csak mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a három történetszálon futó cselekménye. Ugyanis ez a történet, ez nem csak egy, sőt, nem csak kettő, hanem rögtön három történetszálon is futott. És igazából ez marha jó volt, ugyanis nagyon jót tett az egész sorozatnak, én mármint az egész történetnek, hiszen mindegyik szálon voltak olyan dolgok, amiknek nekünk igazából aggódnunk kellett, ami érzéseket váltott ki belőlünk, és tulajdonképpen ebben Bendis iszonyatosan jó figura, hogy érzelmileg tud bennünket manipulálni, hiszen tulajdonképpen ennek a történetnek, ha igazán belegondolunk, akkor talán tényleg Supergirl az igazi, hát hogy fogalmazom ezt meg? Ő az a pontja ennek a történetnek, aki tulajdonképpen a legtöbbet szenvedett, és ő tulajdonképpen iránta érezzük ebből a szempontból a legtöbb olyan jellegű érzést. És ez szerintem valahol egyébként így is van engyen, hiszen ő egy elég tragikus karakter, csak nem mindig sikerül ennyire tragikus karakterként ábrázolni. De bármi is legyen érve, bárhogyan is induljunk ki ebből a történetből, szerintem tulajdonképpen mindegyik történetszálban találunk izgalmas pillanatokat, és mindegyik történetszálban találunk olyan momentumokat, amelyek szerintem hozzájárultak ahhoz, hogy ez a sorozat ez elképesztő lenyűgöző tudjon lenni. Mi sem bizonyítja szerintem mindezt jobban, mint tulajdonképpen az a tény, hogy három történetszálon indult el a történet, és a három történetszál az alábbi volt. Volt egy elég egyszerű és hétköznapi dolognak tűnő metropoliszi történetszál, bizonyos, vagy néhány háznak a leégésével kapcsolatban, ahol megismertünk egy új tűzoltóparancsnoknőt, aki tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szimpatikus figura, és aki tulajdonképpen az első két napja alatt találkozott Supermannel és Batmannel, és tulajdonképpen mind a kettőjükkel barátok lettek rögtön az első pillanattól fogva, miközben ő próbálja kideríteni azt, hogy tulajdonképpen ezek a tüzek ezek randomok, vagy valaki sorozatgyújtogató lett, és mindig kipécizi a legmagasabb házakat. Szóval egy nagyon-nagyon szeretető figuráról van szó, akinek nagyon örülök egyébként, hogy részese lett ennek a világnak, sőt, nagyon örülök, hogy velünk van, hiszen tényleg egy elképesztően jó karakterről van szó. Viszont. Ez a történetszál igazából, ahogy véget ért, szerintem nem ebben a sztoriban fog dominálni, vagy nem ebben a sztoriban nem ennek a sztorinak a számára lesz fontos, hanem sokkal inkább amolyan jövőt előtérképező, illetve feltérképezni vágyó történetszál volt. Ebből a szempontból szerintem pedig így elolvasom mind a 6 történetet, és mindegyikben az, hogy is haladtunk előre a történetben, szerintem elképesztően jó volt, leszámítva azt a bizonyos fordulatot a végén, ami... A második történetszál szerintem, vagy számomra a legizgalmasabb volt. Ez volt ugye az a történetszál, amiben megpróbáltak kideríteni azt, hogy mi történt Loisszal és Johnnal. Mert én őket eszméletlenül hiányoltam végebben a füzetben, míg közben, mikor kaptunk jeleneteket, amikben ők is benne voltak, akkor az olyan volt, és imádtam azokat az pillanatokat, mert annyira jól funkcionálnak családként is, és ezt Bendis nagyon ügyesen tudta megragadni, tehát ebből a szempontból mindenféleképpen megnyugodhatunk, egy kicsit talán hátra is dőlhetünk, hogy tulajdonképpen Bendis egész jól bánik a családos Clark Kenttel, és nagyon jól bánik Loisszal is, és hát Johnnal is az a helyzet. És ez szörnyen jó érzés, hiszen innentől kezdve tudjuk, hogy tulajdonképpen ezek a karakterek, ezek relatíve jó kezekben vannak. Hangsúlyoznám azt, hogy relatíve. Miért relatíve? Azért relatíve, mert tulajdonképpen végig az játszódott le bennünk, hogy tulajdonképpen mi a búbána történt velük, hova a fészkes fenében tűttek el ezek a karakterek, és hogy kivitte el őket magukkal. És szerintem a ki része annyira nem feltétlenül volt meglepő, bár nagyon jól felépített volt, de valahogy mégis az az érzésem, hogy tulajdonképpen az, hogy annak a ténye, hogy elvitte őket, az egy olyan, most komolyan, miért?
érzés váltott ki belőlem, mert egyrészt igazából nagyon érdekesen tartom azt, hogy tulajdonképpen így találkozunk el Clarkkal, aki a családja nélkül kell boldogulni, és tulajdonképpen az utolsó oldalak, amikor ő ott ül a szobájában, és fogja Johnnak az egyik játékát, az nagyon olyan wow, az olyan igazán szívbemarkoló pillanat volt, amit úgy szörnyen nehéz volt felfogni, illetve feldolgozni, és szerintem ebből a szempontból végig ezek a jelentek, ezek nagyon-nagyon jók voltak. Megértem Johnnak is azt, hogy ő miért akart menni, megértem azt, hogy miért kellett volna neki mennie, viszont a szülők szemszögéből én valahogy sokkal jobban tudom megérteni földi halandóként azt, hogy ők miért mondták azt, hogy nem John, te nem fogsz menni erre a kiruccolásra, mert egyszerűen szülőként az a természetes reakció, hogy meg akarod védeni és óvod a gyerekedet, és igazából ez egy tök jól működő dolog. És ez jól is működött, egészen addig a pillanatig, amíg rá nem jöttünk arra, hogy Johnnal van dolgunk, aki tulajdonképpen elég sok minden stresszel. Mármint volt egy olyan alternatív valóság, még ugye a Rebirth-ös érában, amikor megtudtuk azt, hogy tulajdonképpen, mivel nem tudja kontrollálni a saját képességeit, ezért milliókat fog megölni a lézerlátásával. Nos, tulajdonképpen ez elég alaposan beparáztatta Johnt, és ennek köszönhetően tulajdonképpen a karakter menni akart, hogy felfedezze és megértse jobban mind a múltját, mind a jövőjét, mind a jelenjét, mind pedig azáltal, hogy megismeri az egész galaxist, illetve a világot, ezáltal ő olyan hősé fog tudni válni, amilyen itt a Földön valószínűleg soha. Ami abban a szempontból elég bizarr, hogy Clark is itt nőtt fel, és valahogy belőle mégis egy normális, egész tisztességes ember lett, aki nem mészárolja le, még véletlenül sem az embereket. Na mindegy, ez egy ilyen egyéni szósz problém. Nagyon-nagyon szerettem a Lois és Clark momentumokat, nagyon-nagyon szerettem azt, amikor John is benne volt a történetben, és szerintem ezek a pokol ilyen jól működő családi szálak voltak azok, amelyek számomra baromira jól eső pillanatok voltak, és ebből szeretnék többet kapni. Tudom, nem fogok. De ez a vágyam, hogy engem ez a fajta Superman történet jobban érdekel valamiért, mint az, amikor megmenti az egész világot, vagy megment egy mocskát a fáról, vagy bármi egyéb, az mindent elmond szerintem. Aztán Amit én nagyon-nagyon szerettem ebben a sztoriban, az mindenféleképpen az volt, hogy mennyire érzelem dús volt. Mennyire jól építette fel a dolgokat. Tehát például az, amikor az történt a magányerődjében, ami történt, és na hát az egy olyan pillanat volt, amikor nekem is meg kellett küzdenem a könnyeimmel, mert tehát átérezni azt a pillanatot, átérezni azt a jelenetet, annak súlyát, az nagyon-nagyon brutális. Tehát tényleg az tipikusan azon jelenetek egyike, amikor az ember úgy csak úgy áll, és olvas, és utána lefagy, és utána egyszerűen nem tudod, hogy mi a jó reakció rá, mert brutális. Brutális és kegyetlen. És tulajdonképpen ezt nagyon jól tudta megragadni ez a fizetés, ez nagyon jól tudta megragadni azt, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a szuperhőseinek az érzésvilágához, miközben elég alaposan felbosszantott, hogy Bendis rögtön az első sztoriában nem csak hogy bevallotta azt, hogy kipusztította el az egész Krypton bolygót, és most eljön a Földre, hogy kipusztítsa az egész Földöt, hanem mellé még becsavarnak egy ilyet is, ami azért egy ilyen kategóriás dolog volt, amire egy tényleg nagyon-nagyon nehéz bármit is mondani, miközben szerintem baromra jó történet szál volt, és nagyon-nagyon izgalmasra tett az egész sztorit. Csak hát ugye érzelmileg nehéz ezt nekem feldolgozni, hát még azoknak a karaktereknek, akikkel ez tényleg megtörténik. És ha mindez nem volna elég, akkor volt egy harmadik történet szállunk, amiben ugye Clark akarnod egy Superman rogozárral küzdenet meg, és nagyon ügyes harcokat vívtak egymással, és hát tulajdonképpen az volt, hogy Supergirl is felbukkant, és Supergirl minden erejét bevetve, illetve lodba vetve, megküzdött mindennel, amiben ő hitt. Mármint most ezt hogy lehet ezt nézőben megfogalmazni? Szóval lényeg, hogy tulajdonképpen Supergirl felbukkan, hogy segítsen Supermannek, és ők együtt küzdenek. Nem az van, hogy az egyik dominánsabb, mint a másik, nem az van, hogy a másik dominánsabb, mint az egyik, hanem ők együtt küzdenek. És ez a kulcs szó, és ebből a szempontból tulajdonképpen, amikor az embernek van lehetőség arra, hogy kicsit jobban elmélyüljön Supergirlben, az ő világában, abban, hogy neki milyen háttere van, abban, hogy milyen élete van, és stb., akkor egy sokkal, de sokkal jobban meg tudjuk érteni a karaktert, és innentől kezdve tulajdonképpen ennek az egész minisorozatnak szerintem az igazi hőse, az valójában Supergirl volt. Ami őrület, mert nem dominált ebben a történetben, nem róla szólt a történet, nem ő volt a főszerepben, nem ő volt az a pontja ennek a sztorinak, ami nagyon-nagyon nagyon mozgásban tartotta, jövel lendítette a sztorit, hanem ő csak jött, látott, és egyszerűen rájön az ember arra, hogy mennyire tragikus, akkor onnantól kezdve igazából érted? Tehát nehéz ezzel versenyezni, illetve harcba szállni. De nem is kell.
Mert az egész ragozáros történet, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tehát az, ahogy az első két-három füzetben felépítették az egész háttértörténetét ennek az egésznek, hogy tulajdonképpen miért is akarja elpusztítani az összes kriptonit, és hogy hogyan is pusztított el a kriptonbolygót, az szerintem úgy, ahogy van, zseniális volt. Nem is tudom, mi a jó szó rá, de volt minden, aminek lennie kellett, és igazából a karakter onnantól kezdve nem tűnik annyira egydimenziósnak, mint amikor csak egyszerűen meg kell küzdenie Clarkkal. Amire egyébként nagyon sok utalás volt Clark részéről is, illetve ha jól emlékszem, akkor talán pont Kara részéről is, hogy tulajdonképpen ez a karakter ez a legkevésbé sem egydimenziós, és igazából baromira veszélyes, és nem lehet egyszerűen csak kiütni, illetve addig ütni, amíg eltűnik a probléma, és nem is lehet, nem is azon karakterek közé tartozik, akit egyszerűen csak be lehet zárni a Phantom zónában, mert akkor nem kapunk válaszokat. És ez az egyetlen probléma ezzel a füzettel, hogy nagyon sok mindent megmagyaráz, nagyon sok mindent nagyon ügyesen és rétegesen építve, nagyon sok mindent elindít, nagyon-nagyon jól felépített történettel van dolgunk, de nem magyaráz meg semmit a mértekből. Igazából legalábbis nekem ez volt úgy a legnagyobb hiányérzetem az egész minisorozattal kapcsolatban, miközben igazából ez így van rendjén, hiszen azért mégis egy sorozatot próbál előkészíteni, és az vezeti föl, és abból a szempontból azért itt tényleg csak olyan dolog történik ebben a füzetben, ami, vagy ebben a sorozatban, ami tényleg mindent megváltoztat, ami egészen más megvilágításba helyezi az általunk is ismert történelmet, és ami egészen más megvilágításba helyez mindent, ami a jelenben történik. És ezek azok a tulajdonságok, amelyikben szerintem ez a sztori kiemelkedően jól tudott teljesíteni, és ez volt az, amiért én igazából még jobban tudom szeretni, mint amennyire amúgy is szeretném. Szóval ez a Man of Steel számomra egy igazából egy ilyen nagyon lenyűgöző, ilyen nagyon sok mindent magába foglaló, nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon ügyesen felépített sztori volt. Ami tényleg baromira élvezetes, ami mellett tényleg nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy nye. Szóval a Man of Steel szerintem egy olyan minisorozat, hogyha még nem olvastál Superman az utóbbi időben, vagy csak egyszerűen úgy érzed, hogy szeretnél kipróbálni valami újat, akkor mindenféleképpen egy olyan képregény, amit érdemes elolvasni. Nem csak azért, mert rengeteg akciójelenet van benne, mert akad belőle bőven, szép számmal, hanem azért is, mert olyan erkölcsi, illetve családi dilemmákkal kell szembe találnia magukat a főhősnek, főként Supermannek, amilyenekkel nagyon-nagyon ritkán. És mindezt sikerül egy olyan tálalásba helyezni, ami egyediként hat, ami frissként hat, ami valami olyat tud nyújtani az olvasónak, ami ilyenben tulajdonképpen nem volt még dolgunk. És emiatt úgy érezzük azt az egészet, hogy ez egy nagyon-nagyon epikus történet kezdete. És a helyzet az, hogy ez bizony nagyon is epikus jövőnek a kezdete. A kérdésük az, hogy te hogy láttad? Neked mi volt az, ami bejött ebből a történetből? Mi volt az, amire azt mondtad, hogy hát, habsikám, ezt bizony nem így kellene csinálni? És tulajdonképpen szerinted mi vár ránk ezt követően? Beszélgessünk a Man of Steel minisorozatról lent a kommentekben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, tedd meg, ha még nem rendelted elő a visszajövő bekötetét, akkor azt is. Igazából még, na jó, ha erre a videóra hivatkozol, akkor még megteheted. Találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában és Superman-i repkedésekben gazdag hetet kívánok!